Eljön az Airbnb halála? Szia, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok, én írtam az ingatlan sámok könyveket, illetve hogyan válhatsz ingatlan befektetővé Magyarországon kezdeti tők és banki hitel nélkül 3-5 év alatt? Egy ilyen kis videósorozatot készítettem neked, itt alattam kattints és nézd meg. Én úgy gondolom, hogy a mai ingatlan befektetésedben ez segíteni fog, meg ami még vár ránk az ingatlan piacon. Azért gondoltam ezt a kérdést feszegetni, mert már látok mindenféle példát, amivel nem mindig értek egyet. Megvilágítom én a saját szempontomat, hát hogyha talán kicsit tisztulni fog a kép. Ugye van egy jó ember, aki kitalálta, hogy hú, korlátozott le az Airbnb, tiltsuk be, hogy ez mekkora nagy ötlet. Ugye egy bolond százat csinál általában. És miért lehet akár ez országos szinten is egy jó ötlet? Betiltani, lekorlátozni. Ugye lekorlátozásra egy elég komoly állami apparátus kell létrehozni, erre már volt példa, tehát meg tudják csinálni. Illetve ne felejtsük el, hogy a szállodaipar, a szállodalánc azért kinek a kezében van. Ugye fél Balatont, sőt az egészet akár felvásárolták, rengeteg szálloda van ott is, az is kinek a kezén van. És ilyenkor el lehet gondolkodni, hogy ugye ez a rövidtávú bérbeadás, ez vajon konkurencia vagy nem. Én mondjuk egy 20 éve voltak iparágakon a morzsákból tulajdonképpen úri módon nagyon szuperül lehetett élni, viszont ők a morzsákat is összeszedik, ez azért legyen tiszta, tehát nem hagynak senkinek semmit, ha ők kinéznek egy iparágat, mondjuk ilyen a szállodaipar, ki a konkurencia, akkor ők a szépen, szisztematikusan, tudatosan fel fogják számolni. Tehát én el tudom képzelni, hogy nagyon-nagyon-nagyon lekorlátozzák, vagy akár be is tiltják, és ha belegondolsz, akkor vegyünk inkább egy Tenerife-i példát, mert ugye van mindenféle példa, hogy itt ezt csinálják, ott 30 napot 180-nak. Ugye a Tenerife-n, ha veszel ingatlant, azért az legyen tiszta, hogy ott tilos az Airbnb neked. Van egy 3-4-5 cég maximum, akin keresztül viszont ez lehetséges. Én el tudok képzelni akár Magyarországon is egy ilyesmi átalakulást, hogy oké, betiltjuk, lekorlátozunk, kiheréljük, mindent csinálunk az Airbnb-vel, de viszont olyan cégeknek, ami mondjuk a mi kezünkben van, ő nekik megengedem, hogy ő rajtuk keresztül meg lehet ezt csinálni, el tudom képzelni, erre is van példa a világban, tehát olyan példákat nézzünk, ami talán Magyarországra a legkönnyebben behozzák, én ezt el tudom képzelni, hogy esetleg ez egy irány lehet nekik, mert ha belegondolsz, hogy mindenholban most kaptam egy számát, én nem is tudom, milyen cégtől, ilyen cégként, hogy olyan számát csinálsz, illetve kötsz, és akkor van valami közvetítő cég, az is küldözget számlákat, ami mondjuk egyébként belegondol az ember teljes mértékben felesleges. Itt is el tudok egy ilyesmit képzelni, hogy betiltja, vagy azt mondja, hogy ezt az engedélyezést bizonyos cégeken keresztül lehet megcsinálni, azon lehet, hogy egyébként csinálhatod te is, ha éppen úgy akarod. Úgyhogy én kíváncsian várom ennek a végét, elejét. Egy pár év múlva, hogy ezt a videót vissza fogod nézni, akkor lehet, hogy rájössz, hogy amit mondok, nem biztos, hogy rossz irány. Sok precedens van, érdekes dolgok vannak, de itt a szállodaiparnak ugye a rövidtávú bérbeadás az mindenképpen egy konkurencia. Az is tény, hogy aki ugye nem tudja, vagy nem akarja megfizetni a szállodaipart, vagy a szállodai szobákat, ők ugye ebbe az irányba mennek el. Nyilván az ügyfelek egy jó része akár az ő számukra elveszik, de egy része meg mindenképpen oda belekényszerítik, úgymond a szálloda láncolatokba. Én kíváncsian várom tényleg ennek az egésznek a végét, viszont addig is megmutatom neked a videósorozaton keresztül, hogy hogyan válhatsz ingatlan befektetővé Magyarországon kezdeti tőke és banki hitel nélkül 3-5 év alatt. Itt alattam kattints, iratkozz fel erre a kis videósorozatra, és előbb-utóbb beszélgetni fogunk. Remélem találkozunk személyesen is. Szia!